szegezve, megtöredett testben, mindez csak értünk le. Ez így Jézus, dicsőségben, megkírálja, meghalt érte. Így győzött le, bűnt és halál, elvégezte, amely. Kétségbe esve,
Jestem ojcą, segítsd szerelmed áttört a sötétségen, megérintetted lelkemet. Ott a kereszten meghaltál értem, s minden
mindenért, mit írtam, de semmi nem tart fogva már. Ez, aki itt van, mint ellátsz, Jézusban van a győzelem. Halleluja, halleluja, te gyerek. Aki itt van, mint ellátsz, Jézusban van a győzelmem. Jézusban van a győzelmem. Gyönyörű nap virrad fel, a halál vesztett van, aki felemel. Ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus él. Drága kereszt és üres sír, az örök élet könyvében bej. Énekeljük, hogy Jézus Krisztus él. Énekel, gyönyörű nap! Gyönyörű nap virrad fel, vesztett van, aki bennem. Énekeljük, hogy Jézus Krisztus él. Drága kereszt! Drága kereszt, s üres. Adjon! Arcod rá talál, tiéd vagyok, te az enyém már. Hogy megmentettél, hogy megmentettél.
Drága atyánk, itt állunk most a te lábadnál. Dear Father, we stand here at your feet. Köszönjük, hogy itt álltunk előtted, Istenünk. Thank you that we can stand before you, God. Jó a te házadban lakni. It is so good to live in your house. Jó megpihenni a te házadban, Istenünk. It is good to find our rest in your house. Bármiből is jöjjünk, Istenünk, a te lábadnál mindig megpihenünk. Regardless of where we're coming from, we can always find rest at your feet. Köszönjük a te jelenlétedet. Thank you for your presence. Köszönjük az igazságot. Thank you for the truth. Hogy te eljöttél értünk. That you came for us. Hogy te meghaltál értünk. That you died for us. Hogy te feltámadtál értünk. That you rose again for us. Eltörölve ezzel minden bűnünket, szégyenünket. And that you completely wiped away all of our sin and shame. Ezért 2000 évvel később is itt ezen a helyen Budapesten. And so 2000 years later here in this place in Budapest. Az élő Isten dicsérjük. We can praise the living God. A király előtt állunk meg. We can stand before the king. Előtted, atyánk. Before you, Father. Téd legyen minden dicsőség. May all glory be to you. Téd legyen minden hódolat. May all humility. Adoration. Adoration be for you. Szeretünk téged, Istenünk. We love you, Lord. Jézus drága nevében imádkoztuk ezt. In Jesus' precious name. És együtt mondjuk, hogy. And we say it together. Amen, 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 amen. Foglaljatok nyugodtan helyet. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a budapesti Golgota gyülekezetben. So welcome to the Budapest Golgota Church. A kereszténység legnagyobb ünnepén. This is the greatest celebration of Christianity. Húsvét vasárnap van. It's Easter Sunday. Különösen szeretném köszönteni azokat, akik esetleg először vannak itt, vagy vendégek, vagy csak ritkán szoktak eljönni ide gyülekezetbe. We would like to give a special welcome to those who are here maybe for the first time, or who are guests, or maybe only come rarely. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. We are so glad that you're here. A gyülekezet vezető pásztora, Németh Jani sajnos a tegnapi napon értesült arról, hogy covidos lett. Unfortunately, Jani just tested positive for COVID yesterday. Ezért ő most nem tud itt lenni közöttünk, majd imádkozunk érte. So he's not here, but we'll be praying for him. Menjünk is akkor imádságba, Istenem. Let's go before the Lord in prayer. Mindenható édesatyán, köszönjük neked azt, hogy te létezel, te szeretsz bennünket, és jók a terveid. Almighty Father, thank you so much that you exist and that you have good plans. Köszönjük, hogy a te tervedben a legjobb az volt, amikor Jézus feltámadt. Thank you that in all of your plans, the very best part was when Jesus rose again. És köszönjük, hogy ezen a húsvét vasárnapon is ezt ünnepelhetjük. And thank you that this Easter Sunday we can celebrate this. Ez a mi legnagyobb ünnepünk. This is our greatest celebration. Ez a mi legnagyobb üzenetünk. This is our greatest message. Nincs ennél nagyobb dolog, amit elmondhatnánk ezen a világon, mint hogy Jézus feltámadott. There is no greater thing that we could proclaim on this earth besides Jesus Christ resurrected. Szeretnénk most imádkozni azokért, akik nem lehetnek itt sok minden ok miatt. We want to pray for those who are unable to be here for lots of different reasons. Imádkozunk Janiért, hogy gyógyíts meg őt minél előbb, hogy itt lehessen közöttünk. We pray that you would heal Jani so that he could be among us once more. Imádkozunk azokért, akik hasonlóképpen esetleg Covidban vagy bármi másban betegek, szenvednek, nem tudnak itt lenni. We pray for all those who may be sick, whether Covid or anything else that keeps them away from church. Imádkozunk azokért, akik szenvednek itt a szomszédunkban zajló háború miatt. We pray for all those who are suffering due to the war in our neighboring country. Imádkozunk azért, hogy vess véget ennek a háborúnak. We pray that you would end this war. És köszönjük, hogy mindezek között itt lehetünk most és ünnepelhetünk. And thank you that even among all of these things we can be here, be present and celebrate.
Öltöztest fel a szívünket ünneplésre ezen a napon. We pray that you would dress our hearts in celebration. Hogy tudjunk tiszta szívből dicsőítve imádni téged. May we worship you with pure hearts. És szeretném most, ha megnyitnánk a szívünket, hogy szólj hozzánk. And so we want to open our hearts so that you would speak to us today. És végezd el mindazt, amit erre a napra terveztél. And that you would complete all the work that you planned for today. Jézus nevében kérjük mindezt. In Jesus' name we pray all this. Amen. Amen. Vannak az életben hihetetlen történetek, amik mégis igazak. There are some truly incredible and unbelievable stories in life that are true. Sokszor az győz meg bennünket erről, hogy vannak ilyenek, amikor átéljük ezeket. And the thing that usually convinces us of their truth is when we actually go through them. Amikor a saját életünkben tapasztalunk meg ilyen dolgokat. When we experience these in our very own lives. Hadd mondjak el egy ilyen történetet, egy ilyen hihetetlen történetet az én életemből. Let me tell you one of these unbelievable stories from my own life. Amikor eljegyeztem a feleségemet, akkor felhúztuk egymás ujjára a jegygyűrűt. When I proposed to my wife, we each wore engagement rings. Szerintem a jegygyűrű az egy nagyon szép szimbólum annak, hogy összetartozunk, és annyira örömmel viseltem. And I think that an engagement ring is such a beautiful symbol of belonging together, and so I was happy to wear mine. És úgy adódott, hogy még az eljegyzésünk időszaka alatt a menyasszonyom családjával együtt elutaztunk a horvát tengerpartra egy hétre, amit nagyon élveztünk. And so during the time of our engagement, my fiance and her family and I all went to the seaside in Croatia for a week, and it was really enjoyable. Az egyik nap azonban egy szörnyű felismerésben volt részem. But one day I had a horrific discovery. Elvesztettem a jegygyűrűmet. I had lost my engagement ring. Gondoljátok, hogy mit érezhettem. Now imagine what I must have felt. Amíg összesen házasodtunk, és én már is elvesztettem a jegygyűrűmet. We hadn't even been married yet, and I had already lost my engagement ring. Hát nálam nagyobb lúzer nincs a világon. There's no greater loser than me. Egyszerűen nem tudtam, mit csináljak. And I didn't know what to do. Nem tudtam, hogy hol veszthettem el. I didn't know where I could have lost it. Hát gyanítottam, hogy lehet, hogy a tengerparton, vagy a tengerben, amikor fürödtünk, vagy... De hát hol? I suspected that it was probably in the sea when we were swimming, but where? Fogalmam sem volt arról, hogy mit csináljak. Hol kezdjem keresni? I had no idea where to even begin looking for it. Aztán imádkoztam, elkezdtem keresni a parton, a vízben, búvárkodtam. So I prayed and then I started looking. I looked on the beach. I dove down looking for it. Átnéztem azokat a helyeket, ahol fürdőztünk, hogy hát biztos ott lesz. I went back to the places where we had been swimming earlier and was hoping to find it there. Nem volt ott. It wasn't there. Sehol nem találtam. Was nowhere. Szóltam a hotel recepcióján, hogy ha valaki egy arany jegygyűrűt talál és esetleg leadná, akkor én vagyok a tulajdonosa. And I told the reception desk at the hotel that if someone were to hand in a gold engagement ring, that I'm the owner. Elég furcsán néztek rám, hogy komolyan gondolom, hogy majd valaki lead egy aranygyűrűt a recepción. But they gave me a funny look as if someone would actually turn in an engagement ring. És én kerestem egész nap, és sehol nem találtam. So I spent the entire day looking for it and wasn't able to find it. És senki nem adott le egy ilyen gyűrűt a recepció. And no one brought a ring to the reception desk. És vége lett a napnak. And the day ended. És én tudtam, hogy ha másnap reggel próbálom tovább keresni, és az a tengerben van, akkor esélyem sincs, hogy megtalálom, hiszen már rég befedi a homok. And I knew that if the next day I began looking for it again in the ocean, there was no way that I would find it, because of course the sand would cover it. De bíztam abban, hogy hát Istennek nincs lehetetlen. But I also trusted that nothing is impossible for God. Hát Isten mindent meg tud csinálni, nem? And that he can do everything, anything. Ha akarja. If he wants to. És én imádkoztam, hogy Uram, add meg. Ez annyi nagy örömet okozna nekem, ha visszakapnám a jegygyűrűmet. And so I prayed that God would help me find my ring. És tovább kerestem még, búvárkodtam. I kept searching, I was diving under the water. És nem találtam meg. And I didn't find it. Aztán emlékszem, ott voltam a vízben olyan kb. 100 méterre a parttól. And then I remember I was in the water about 100 meters from the shore. Kb. 5 méter mély volt ott a tenger. I was about 5 meters deep. És ott a tengerben ott még egy utoljára imádkoztam.
And there in the sea, I prayed for one last time. És azt mondom, még egyszer megpróbálom. And then I thought I would try one more time. Lebuktam. I went down under the water. És emlékszem, hogy közeledtem a tengerfenékhez, ahogy a nap fénye azért valamennyire átsütött úgy a tengeren, egyszer csak valami sárgát megpillantottam a homokban. And I remember that as I dove down, there was a little bit of light streaming through, and it glinted off of something gold. Valami aranyszínű csillogott. Something gold at the bottom of the sea was shining there. Ahogy közelebb próbáltam menni hozzá, azért nem vagyok profi búvár. And so as I tried to swim down closer, but I'm not a great diver. Megláttam, hogy egy gyűrű, amit már félig ellepett a tenger fenekén a homok, és csak épp, hogy a teteje kiáll, az csillant meg a fényben. And I saw that it was a ring that barely was above the line of sand. Azonban elfogyott a levegőm. But I ran out of breath. Nem tudtam lemenni, úgy föl kellett jönnöm. So I had to come back to the surface. Vettem egy nagy levegőt. Took a deep breath. Már tudtam, hogy hova kell menni. I knew exactly where I needed to go. Egyenesen oda. I went straight down. Leúsztam. Swam down. Megragadtam. And I grabbed kihoztam it, a gyűrűt. And I brought it out of the water. De aztán eszembe jutott, hogy vajon ez az én gyűrűm? But then I thought, is this my ring though? Mivel a gyűrűbe bevésettük Zsuzsinak meg az én nevemet és az eljegyzésünk dátumát, ezért ahogy a felszínre értem, egyből elkezdtem keresni, hogy vajon ott van-e a bevésés. And Zsuzsi and I had our names inscribed on the inside of the ring, so as soon as I got to the surface, I started looking for that inscription. És ott volt! Ez and az én gyűrű. It was there. It was my ring. Köszönöm. Hát amikor így utólag visszagondolok erre a történetre, ami így velem megtörtént, úgy azért elképedek. And when I think about this story, think back on this story that happened to me, it's truly astonishing. Hogy olyan 100 méterre a parttól, 5 méter mélyen, a tenger fenekén, egy gyűrű, ami már egy napja ott volt, ez lehetetlen megtalálni az ilyet. It's completely unbelievable to find a ring that's 100 meters from the shore, 5 meters deep, that has been sitting there for a day. Mennyire lehetetlen történet ez? This is an impossible story. Ha valaki ezt meséli nekem, hát egy kicsit olyan kétkedve fogadnám, hogy hát persze. If someone told me the story, I would be kind of thinking, yeah, sure, that happened to you. Annyira hihetetlen. It's so unbelievable. De ez velem történt meg, ezért én tudom, hogy igaz. But it happened to me, so I know that it's true. A gyűrű itt van a kezemen, és mind a mai napig hirdeti számomra azt, hogy Istennek nincs lehetetlen. And the ring is here on my finger, and it's proclaiming to me that there's nothing that is too impossible for God. Tehát vannak az életben hihetetlen történetek, amik mégis igazak. So there are some truly unbelievable stories that are actually true. És sokszor a leghihetetlenebb történet az, aminek a legnagyobb jelentősége van. And often the most unbelievable story is the one that has the most significance. Most szeretném felolvasni nektek azt a történetet, amit talán sokak számára a legnehezebb elhinni, és mégis a legfontosabb történet a világ történelemben. So I would like to read to you the story that for many is probably the hardest one to believe, but that has the most significance. János evangéliumának 20. fejezetéből az első 18 verset fogom olvasni. So I'm going to read the first 18 verses of John chapter 20. A hét első napján pedig, kora reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a követ elvették a sírról. Elfutott azért, és Simon Péterhez, és ahhoz a másik tanítványhoz ment, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Mind a ketten együtt futottak, de az a másik tanítvány Péternél gyorsabban futott, és elsőként ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott vannak a lepedők, de nem ment be. Aztán őt követve megérkezett Simon Péter is, és bement a sírboltba, és látta, hogy a lepedők ott vannak. És a kendő, amely Jézus fején volt, nincs együtt a lepedőkkel, hanem külön, összegöngyölítve más helyen van. Akkor bement a másik tanítvány is, aki előbb ért a sírhoz, és látott, és hitt. Mert még nem értették az írást,
hogy fel kell támadnia a halálból. A tanítványok ekkor visszatértek az övéikhez. Mária pedig kint állt a sírnál, és sírt. Miközben sírt, behajolt a sírboltba. És a két angyalt, látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ott, ahol Jézus teste feküdt. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő pedig azt válaszolta, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus állott, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus pedig azt kérdezte tőle, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő pedig azt gondolta, hogy a kertész az, és azt mondta neki, uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elviszem. Ekkor Jézus megszólította. Mária! Ő pedig megfordulva azt mondta neki héberül, rabbóni, amely azt jelenti mester. Jézus azt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj el az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez és a ti istenetekhez. A magdalai Mária elment, hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." So Peter went out with the other disciple, and they were going toward the tomb. Both of them were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. And stooping to look in, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the face cloth, which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloths, but folded up in a place by itself. Then the other disciple, who had reached the tomb first, also went in, and he saw and believed. For as yet they did not understand the scripture, that he must rise from the dead. Then the disciples went back to their homes. But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept, she stooped to look into the tomb. And she saw two angels in white sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. They said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." Having said this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brothers and say to them, 'I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.'" Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord," and that he had said these things to her. Az embereknek két csoportja létezik. There are two groups of people in the world. Az egyik csoportban vannak azok, akik nem hiszik el, hogy ez a történet szó szerint így történt, és egy történelmileg hiteles feljegyzést olvastunk most fel. There is the first group that does not believe that this is a historically authentic account of what occurred. A másik csoportban vannak azok, akik ezt elhiszik. And the second group is those who believe it. A pontosság kedvéért megemlítem azért, hogy van egy harmadik csoport is, akik soha nem hallották még ezt a történetet, ők meg ez miatt nem hisznek ebben. But in order to be precise, I would also say that there's a third group of people that don't yet believe because they haven't even heard this story yet. Mindenesetre most itt, ebben a teremben, és ott, akik az interneten keresztül néznek bennünket, ti már hallottátok ezt a történetet. But regardless of this, those of you sitting in this room and those who are watching online, you just heard this story. Ha máskor nem, akkor most először. And if you hadn't heard it before, you heard it just now. Ezért mindenki ebbe a két csoportba sorolható. And so because of this, everybody can fit in these two groups. És hadd mondjam el, hogy mindenkinek az örök élete attól függ, hogy viszonyul ehhez a történethez. And it's important to note that your eternal life depends on how you approach the story. Mert ezen a történeten áll vagy bukik az egész kereszténység. Because all of Christianity hinges on this story. Pál apostol ezt így fogalmazta meg. And Paul said it the following way.
Az első korintusi levél 15. fejezetének 14-es versében. In 1 Corinthians 15:14. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. A húsvéti üzenet jelentősége pontosan ez. The significance of the message of Easter is exactly this. Ennek hitelességén áll vagy bukik az egész kereszténység. And all of Christianity stands or falls on its authenticity. A felolvasott versek pedig egészen elképesztőt állítanak valakiről, akit 2000 évvel ezelőtt kivégeztek és meghalt. And this text that we just read has an incredible statement about the one that was crucified and died. Azt állítja ez a szöveg, hogy ez a valaki feltámadt és él. This text declares that this person rose again from the dead and is alive right now. Arra most nincs időnk, hogy ennek az állításnak, ennek a szövegnek az alapos történelmi, archeológiai, kulturális, szövegnyelvészeti és teológiai elemzését megcsináljuk most. We don't have time to conduct a thorough analysis of the authentic cultural, linguistic, archaeological, historical aspects of this text. Pedig nagyon izgalmas volna és nagyon meggyőző volna az eredmény. Even though it would be very exciting and would be very convincing. De a mai alkalommal csak a felolvasott történetből egyetlen személyt szeretnék kicsit közelebbről megvizsgálni. Instead, I would like to just examine one person that we read about from this story. Máriát. Mary. A Biblia úgy hívja Máriát, hogy ő a Magdalai Mária. The Bible calls this Mary, Mary Magdalene. Róla annyit tudunk, ugye a Lukács 8:2-ben olvasunk róla, hogy belőle Jézus 7 ördögöt üzött ki. And in Luke 8:2 we read that Jesus drove out 7 demons from her. Mária nagyon szerette Jézust. Mary loved Jesus. Ő ott volt Jézus keresztjénél is, amikor meghalt. She was there at the cross when Jesus died. És az elsők között ment ezen a napon a sírhoz, ahol Jézust ugye eltemették. And she was among the first to go to the tomb where Jesus was buried. És ugye azt olvastuk, hogy amikor meglátta, hogy elvitték a követ a sírról, akkor egyből futott Péterhez és Jánoshoz, és elmondta nekik, mi történt. We read that when she saw that the stone had been rolled away, she immediately ran to Peter and John to tell them what had occurred. Péter és János pedig futva mentek a sírhoz. And Peter and John ran to the tomb. És nem értették, mi történt. And they didn't understand what had happened. Hol van Jézus? Where is Jesus? Hol van a teste? Where is his body? Olyan sírrablók jártak erre? Did the grave robbers come this way? De akkor miért hagyták ott az értékes lepedőket? But then why did they leave behind the valuable linens? Vagy talán a tanítványok közül valaki elvitte? Or maybe someone among the disciples had come and taken him away? Mert róluk meg nehezen lenne azt feltételezni, hogy azt a tiszteletlenséget követik el, hogy mesztelenre vetköztetik Jézust, aztán szépen ott hagyják a lepedőket. But it seems rather disrespectful that they would have stripped Jesus naked and then left all of the linens there. De az mellett, hogy még őrizték is a sírt. Tehát, hogy még őrizték is a sírt. Oh, and they were even guarding the tomb at that point. Mi történhetett? What could have happened? Nem értették, hogy mi történt. They couldn't understand what had occurred. Pedig Jézus elmondta nekik előre, hogy mi fog történni vele. Even though Jesus had said in advance what was going to happen to him. De hiába, fogalmuk sem volt róla, hogy mi történt. But it was in vain and they didn't understand what had happened. Ugye a tanácstalanságukra a magyarázatot ott olvasjuk a 9. versben. And in verse 9 we see the reason for their confusion. Így olvassuk, hogy mert még nem értették az írást, hogy fel kell támadni a halálból. For as yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead. Mit csináltak a tanítványok? What were the disciples doing? Hazamentek. They went home. De Mária nem ment haza. But Mary didn't. Ott maradt a sírnál. She stayed there in the tomb. És sírt. And she wept. Ezt olvassuk. That's what we read. Mária az, aki elsőként szemtanúja lesz a feltámadott Jézusnak. Mary is the first eyewitness of the resurrected Lord. Ez a tény önmagában is egy óriási bizonyítéka egyébként annak, hogy ez a történet nem egy kitalált történet. This fact in itself is actually a huge piece of proof that this isn't a made-up story. Miért? Why? Mert abban a korban a nők a társadalom nagyon a legalján voltak. Because during this time women were the bottom of society. Egy nő szava semmit nem számított. A woman's word didn't matter. Az, hogy valamilyen eseménynek egy nő a szemtanúja, az semmit nem ért. The fact that a woman would be an eyewitness to something, it didn't matter at all. Ha valaki kitalálta volna ezt az egészet, akkor kizárt, hogy egy nőt rak ide bele a sztoriba.
And if someone had invented this story, they definitely wouldn't have put a woman here as the first eyewitness. Sokkal hihetőbb lett volna egy férfi. It would have been much more believable to put a man here. Vagy mondjuk egy vallási vezető. Or perhaps a religious leader. Mondjuk maga a főpap. Or even the high priest. Vagy mondjuk Jézus először a Pilátusnak jelenik meg. Or perhaps Jesus would go first and appear to Pilate. De nem ezt olvassuk. But that's not what we read. Nem ez áll a szövegben. That's not what the text says. Teljesen más dolgot jegyeztek fel itt ebben az 1900 éves szövegben. Rather, this account is something entirely different in this 1900-year-old text. Megdöbbentő módon azt, hogy egy nőnek jelent meg Jézus elsőnek. And completely surprisingly, we see that Jesus appears first to a woman. Ez a tény pedig egyáltalán nem segítette azt, hogy abban a korban bárkivel is elhitesse ez a szöveg azt, hogy igaz. And this fact definitely did not help people believe it even in that time period. Akkor miért, mert ez van feljegyezve? So why is that what is written? Mert ez történt. Because that's what happened. Pontosan az egyik bizonyíték annak, hogy ez a feljegyzés igaz. And it's one of the primary proofs that this is true. Még nagyon sok más is van, arról most nincs időnk beszélni, de nagyon izgalmas egyébként ezeket megvizsgálni. And of course there's plenty of other pieces of evidence that we could examine, which we don't have time to do today. Tehát Mária ott marad a sírnál, és egy érdekes jelenet következik, ahol angyalok jelentek meg és szóltak Máriához. And so Mary stays by the tomb, and there's a very interesting scene where these angels are speaking to her. Mária a gyászában annyira el van merülve, hogy azt sem vesz észre, hogy angyalokkal beszélget. And Mary is so deep in her mourning that she doesn't even realize that she's speaking to angels. Aztán hátrafordul, és meglátja Jézust. And she turns around and sees Jesus. És nem ismeri fel. And she doesn't recognize him. Ez azért elképesztő, nem? This is truly surprising. Nem ismeri fel Jézust. She doesn't recognize Jesus. Vajon miért? Why? Lehet, hogy a feltámadott Jézus teste kicsit másképp nézett ki, lehet más oka is ennek, ezt pontosan nem tudjuk. Nem derül ki a szövegből. Maybe because the resurrected body of Jesus looked different, but it could be another reason and we don't really know why. De egy dolgot biztosan tudunk, ami akadályozta Jézus felismerését. And we know for sure one thing that was an obstacle to her recognizing Jesus. Egyáltalán nem számított rá, és nem hitte azt, hogy Jézus feltámadt. It was that she wasn't expecting it. Hiába hallott olyan sokat Jézus tanítását. Even though she had heard so much of Jesus's teachings. Hiába szerette annyira őt. Regardless of the fact that she loved him. A hitébe az nem fért bele, hogy Jézus feltámadhat a halálból. Jesus's resurrection simply didn't fit into her faith. Ezzel az opcióval nem számolta, hogy a tanítványok se számoltak. And she really didn't take this into account, just as the disciples didn't. Nagyon tanulságos az a szövegben, hogy mit mond Jézus, amikor felismeri őt. And we can learn a lot from what Jesus says when he does call Mary. Nem azt mondja, hogy én vagyok, nem ismersz fel? He doesn't say it's me. Don't you recognize me? Hanem mit mond neki? But what does he say? A nevén szólítja. He calls her by name. Azt mondja, Mária. He says, Mary. Nem azt mondja, hogy kedves magdalai kisasszony. He doesn't say, dear Miss Magdalene. Vagy bármilyen más hasonlót. Or any other thing. Azon a néven szólítja úgy, ahogy a legközelebbi baráta és a szülei szólították Máriát. Rather, he calls her by the name that she is known to the people closest to her, her friends, her family. Azon a néven, amit azok mondtak így ki, akik legközelebb voltak hozzá. He calls her by the name of her inner circle. És Mária egyből felismeri Jézust. And Mary immediately recognizes Jesus. És ott Mária sokkal mélyebben kezdi megérteni és megismerni Jézust. And at that point she begins to understand and recognize Jesus much deeper than before. Kezdi megérteni, hogy Jézus nem egy halott, aki alapított egy szép erkölcsi vallást, amit valahogy majd talán ő is követni tud, ha betartja a szabályait. She recognizes that Jesus is not some dead guy who established a nice moral religion that she can follow all the rules to if she manages to. Nem, itt teljesen másról van szó. No, we're talking about something totally different. Mária számára ez a kegyelem átélésének a pillanata. Rather, this is the moment of grace for Mary. Nem csak ez a pillanat, hanem a hátralevő egész élete. But it's not just a moment, it's for the rest of her life. Mi ennek a lényege? What is the point here? Mi volt Máriának a lényege, innentől kezdve az élete végéig? What was the point of Mary's life from here on out? Hogy tudta, hogy Jézus él! That she knew that Jesus was alive. Feltámadt! That he had been resurrected. Legyőzte a halált! That he had defeated death. És abból a személyes
megszólításból is tudta, hogy a Jézussal való személyes kapcsolatáról szól az ő hite. And from that very personal address that Jesus used, she knew from that point on that Christianity was about her personal relationship with Jesus. És azóta is minden keresztény hite erről szól. And from that point on, every Christian's faith is about this as well. Ez a mi hitünk lényege, ez a kereszténység. This is the point of our faith, of Christianity. Jézus annyira szeretett minket, hogy a kereszten elhordozta a bűneinket, ezért megtette mindazt, amit mi nem tudtunk volna, hogy helyreállítsuk az Atyával a kapcsolatot. Jesus loved us so much that he carried our sins to the cross in order that we might be restored to the Father. És az, hogy ő feltámadt, bizonyítéka annak, hogy az Atya el is fogadta ezt. And the fact that he was raised again is proof that the Father accepted his sacrifice. A kereszténység legnagyobb ünnepén szeretném hirdetni azt, hogy mi nem egy vallásban hiszünk. On the greatest day of celebration for the church, for Christianity, I want to declare that we're not believing in a religion. Nem egy szabályrendszert akarunk betartani. It's not a code of rules that we're trying to uphold. Nem egy példakép után akarunk menni. It's not just a good example that we want to follow. Hanem a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztussal van személyes kapcsolatunk. Erről szól a kereszténység. But rather we have a personal relationship with the crucified and resurrected Lord Jesus. Attól a pillanattól kezdve erről szólt Máriának is. And from this moment on, this is what Mary's life was about too. És mindenkinél ez úgy kezdődik, ahogy Máriánál. Jézus személyesen kijelenti magát neki. And for everybody, it starts in the same way that Jesus personally declares himself and reveals himself to you. Nem mi keressük őt, ő keres minket. We're not the ones searching for him, he's the one searching for us. Nem mi jövünk rá, hogy ő a megváltó, hanem ő az, aki közel jön hozzánk és a nevünkön szólít. We're not the ones who suddenly discover that he's the savior, but he's the one who draws near to us and calls us by name. És akkor felismerjük őt. And then we recognize him. A felolvasott versekben azt is olvastuk, hogy Jézus azt is mondta, hogy felmegy az Atyához, és nem lesz velünk többé testben itt a földön. And in this text we also read that Jesus will ascend to the Father and he will no longer be with us here in his body. Miért csinálta ezt? Why did he do this? Azért, hogy távolabb legyen tőlünk. So that he can go far from us. Épp ellenkezőleg, azért, hogy közelebb legyen hozzánk. It's actually the opposite, so that he could be closer to us. Mert azzal, hogy elment, utána küldte el a Szent Lelkét, aki lakozást vesz minden benne hívőben. Because he went away, he sent the Holy Spirit, and the Holy Spirit dwells in every believer. És annál közelebb nem tud jönni hozzád, mint hogy lakozást vett a szívedben, és vele élheted az életed. There's nothing closer than God living inside of you and living life with you. Ez a történet a leghihetetlenebb dolgot mondja el, a keresztre feszített Jézus feltámadását. This story tells the most incredible and unbelievable story about the resurrected Christ. És ennek van a legfontosabb üzenete számunkra, az evangélium. And this is the most important message. This is the gospel. Mert az evangélium üzenete az, hogy Jézus meghalt értünk és feltámadt értünk. Because the message of the gospel is that Jesus died for us and rose for us. Feltámadt és örökké él. He rose again and he lives forever. Soha többé nem hal meg. He will never die again. És vele van személyes kapcsolatunk. And we can have a personal relationship with him. És egy napon majd amikor mi is meghalunk és amikor mi is feltámadunk, and one day when we die and we're also raised again, akkor már színről színre látva őt leszünk vele együtt. We can see him face to face and we will be with him. Erre várunk. This is what we're waiting for. Ez a kis epizód itt a földi életben csak egy közbeiktatott rövid idő. This episode that we have here on earth is just a tiny moment. Az igazi akkor fog jönni, akkor fog kiteljesedni, amikor majd színről színre vele találkozunk, a mi feltámadásunk után. Rather, we will have eternity with him when we see him face to face at our resurrection. Azzal kezdtem, hogy ebben a teremben mindenki besorolható két csoportba. I started by saying that everybody in this room can fit into two different groups. Az egyikben azok vannak, akik elhiszik ezt a történetet, a másikban azok, akik nem. In the first, there are those who believe the story, and there are those in the second, those that don't.
Az, hogy melyik csoportban vagyunk, meghatározza, hogy hol és kivel fogjuk tölteni az örök életünket. And depending on which group we're in, defines where we end up spending eternity. Én ma úgy jöttem ide, a kereszténység ünnepén, és azért imádkoztam, hogy mindenki, aki itt van, úgy menjen el, hogy az első csoportba legyen. So today, on the greatest day of celebration for Christianity, I came preparing and praying that every single person would leave in the first group, the ones believing in this story. És ha te még nem vagy abban, ha te még nem tudod azt mondani, hogy te elhiszed ezt, and if you're not yet in that group, if you're not yet sure that you believe this, akkor arra bátorítalak, hogy csak hagyjad, hogy ő szóljon hozzád. And I just want to encourage you to allow him to speak to you. Hogy átéld azt, amit Mária. That you would live and experience what Mary did. És a neveden fog szólítani. And he will call you by name. Mert amíg a nevedet nem hallod, addig úgyse fogsz hinni benne. Because until you hear your name, you will not believe. De amikor a szívedben megszólít téged, és ezt tudni fogod, mikor van. Because when he calls you by name in your heart, you will know exactly what it is. Akkor tudod, hogy ez ő. You will know it is him. És akkor válaszolhatsz neki. And then you can respond to him. Ha úgy vagy itt ezen a reggelen, hogy most hallottad először, hogy a neveden szólít. If you're here this morning and this is the very first time you're hearing him call you by name, akkor csak válaszolj neki. And just respond to him. Ez nem baj, hogy sok mindent még nem értesz. It's okay that you may not understand everything. Elmondom neked, hogy én nagyon sok mindent nem értek. I'll be honest, there's a lot of things I don't understand. Minél jobban tanulmányozom Isten igéjét, annál sokkal több kérdés nyílik meg előttem. The more I study God's word, the more questions I have. De egy dolgot egyre jobban nem csak megértek, hanem átélek. But there's something that I don't just understand, but that I'm beginning to experience. Hogy mennyire szeret engem. Of how much he loves me. Hogy önmagát adta értem a keresztre. That he gave himself for me on the cross. És harmadnapon feltámadott. And that on the third day he was raised. És él. And he's alive. És bármikor mehetek hozzá. And I can go to him anytime. Nem egy halott Krisztusra emlékszem. I don't just remember a dead Christ. Hanem egy feltámadott Krisztussal van kapcsolatom. But I have a relationship with the resurrected Jesus. Ez a kereszténység. This is what Christianity is all about. Erre hív mindannyiunkat. And this is what he's calling all of us to. És erre hívlak titeket én is, ha még nem éled át ezt a kapcsolatot. And this is what I'm inviting you to if you don't yet have this relationship. Imádkozzunk. Let's pray. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy neked bölcsek a terveid. Heavenly Father, thank you that your plans are wise. Köszönjük, hogy jók a te terveid. Thank you that your plans are good. És köszönjük, hogy kifürkészhetetlenek a te terveid. And thank you that your plans are unsearchable. Mert senki sem gondolta ki azt, hogy egyszer a te egyszülött fiad a kereszten fog szenvedni és meghalni. Because no one could have predicted that your one and only son would suffer and die on the cross. Senki sem értette ezt oly sokáig. Nobody understood this for so long. És senki sem értette azt, hogy az igazság, a legnagyobb igazság az, hogy te feltámadtál. And nobody truly understood that the greatest truth is your resurrection. Köszönjük, hogy ez az az evangélium, ami mindenkit, mindannyiunkat meg tud menteni. And thank you that this is the gospel that can save all of us. Uram, én imádkozom mindannyiunkért, akik itt vagyunk. Lord, I pray for all those who are here today. Vagy akik az interneten keresztül, vagy utólag hallgatnak minket. Or those who are watching online or watch it after the fact. Akárhogy is vagy most, és akármit is értettél meg most, válaszolj. Regardless of how you are here and what you've understood, just respond. Ha hallottad a nevedet, if you heard your name, válaszolj neki. Respond to him. Ő gondoskodik majd róla, hogy felismerd őt. He will take care of you. Köszönjük Jézus, hogy dicsőíthetünk, ünnepelhetünk ezen a napon. Thank you Jesus that we can worship you and celebrate you today. Te nevedben imádkoztunk. In your name we pray. Amen. Amen. Folytatni fogjuk a dicsőítést, és úrvacsorát fogunk venni.
De most oly módon veszünk úrvacsorát, hogy nem egyenként, vagy mindenki, ahogy szoktuk általában, hanem egyszerre. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy a dicsőítés alatt lesz egy-két dicsőítő szám, vegyétek magatokhoz az úrvacsora elemeit, mindenki menjen vissza a helyére, és utána együtt fogunk úrvacsorázni. So we're going to have some time of worship, but in the first few songs, if you could grab the elements of communion, we're going to take communion all together. So get your communion elements during worship, and then we'll have it all together at the end. Dicsőítsünk! Let's worship.
Golgotára gondolok, ó Jézus vére értem folyt, látom sebét kezén s lábán, megváltómat a keresztvár. Könnyedes lét elásztották, József sírjába fektették, bekötözték és elhagyták egyedül bent a Mesiást. Énekeltem, ó, dicsérjük! Ó, dicsérjük az Úr nevét, dicsérjük most, így örökké, víg nélkül szek az énekünk, Úrunk, ó Istenünk.
Ez az úrvacsora, amit most veszünk, ez különleges. This Lord's Supper that we're about to take is special. Nem csak azért, mert egyszerre vesszük. It's not just because we're taking it all at once today. Mert nem mindig szoktuk így. Because that's not how we usually do it. Hanem azért, mert miről is szól az úrvacsora? Because it's what it's about. Mit hirdet az úrvacsora? What does the Lord's Supper declare? Jézus halálát hirdeti. It declares his death. És mit ünneplünk a mai napon? And what do we celebrate today? Jézus feltámadását. His resurrection. És ez a kettő összetartozik. And these two go together. Ez a kettő együtt az evangélium. These two together are the gospel. Ez a kettő együtt hirdeti a mi hitünket. These two together declare our faith. Mi azok vagyunk, keresztények, akik ezt a kettőt hisszük és valljuk. We are Christians who believe that these two exist and we declare it. Azon az estén, amikor Jézus elárultatott, vette a kenyeret és hálát adott. On the night that Jesus was betrayed, he took the bread and he gave thanks. És azt mondta. And he said, vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely megtöretik érettetek. Take and eat, this is my body which is broken for you. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Do this in remembrance of me. Vegyük a kenyeret. Let's take the bread. Thank you.
Aztán Jézus azt mondta, hogy ez a pohár az új szövetség az én vérem által. And Jesus said, this cup is of the new covenant through my blood. Ezt igyátok az én emlékezetemre. Drink this in remembrance of me. Vegyük a poharat. Let's take the cup. Köszönjük neked, Jézus, hogy meghaltál értünk a kereszten. Thank you, Jesus, that you died for us on the cross. Köszönjük, hogy a te halálod olyan valóságos volt, amilyen valóságosan magunkhoz vettük a kenyeret és a poharat itt. Thank you that your death was just as true and real as we just took these elements of communion. És köszönjük, hogy Máriával együtt valljuk, ünnepeljük a mai napon, hogy te feltámadtál. And thank you that together with Mary we can celebrate today because you rose again. Feltámadtál és te élsz. You rose again and you're alive. Te vagy a mi élő megváltónk, királyunk és Istenünk. You are our living savior, king and god. Töltsd be bennünket teljesen. Fill us completely. És add, hogy ünnep legyen, valóban ünnep legyen ezen nap számunkra. And may today truly be a celebration for us. Köszönjük neked mindezt. Thank you, Lord, for all of this. Jézus nevében. In Jesus name. Amen. Amen. Folytassuk a dicsőítést. Let's continue in worship. Veled nem ural a félelem többé. Tudom, a te karod megtart örökké. És bármi ír az úton, velem jársz, mindig velem jársz. Mikor keresem a fényt, te tart az ég. Ből a földig hajoltál, és győzelmet adtál. Győzelmünk hangjait szól. Kő elgördült a zsírról. Újra élsz, nincs halál, Istenem megváltottál. Győzelmünk hangjait szól. Veled nem ural, veled nem ural a félelem többé. Tudom, a te karod megtart örökké. És bármi ír az úton, velem jársz, te mindig velem jársz. Hangosabban, egyre hangosabban szól, bennem egy dal. És minden hangja téged magasztal. Győzelmünk hangjait szól. Kő elkördült a sírról. Újra élsz, nincs halál, Istenem megváltottál. Győzelmünk hangjait szól. Érkezem, méltó vagy, Uram, méltó. Uram, méltó vagy. A te neved egyedül méltó seregek. Uram vagy méltó, te neved egyedül méltó dicséretek. Győzelmünk hangjait szól. Kő elkördült a sírról. Újra élsz, nincs halál, és
szerem megváltottál. Győzelmünk hangjait szól. Come here,